Hetedik fejezet Szerző haza szeretete. Ajánlatot tesz a királynak, melyet visszautasítanak. A király politikába való tudatlansága. A Brogdignak béliek tudatlansága és korlátoltsága. Törvények, katonai állapotok, pártok. Csak az igazság szeretete kényszeríthet, hogy történetemnek ezt a részét nem hallgathattam el. Hiába lázadtam fel, s haragudtam meg, csak kinevettek vele, s türelmesen végig kellett hallgatnom, mi szégyenletes módon káromolják szeretet, drága hazámat. Hogy így történt, nekem éppen úgy fájt, mint kétségkívül olvasóimnak fáj, de a király minden pontban oly kíváncsi volt, és annyi kérdést tett fel, hogy a köteles tisztelet és hálát tagadom meg, hanem válaszolok mindenre bőven és kimerítően. A maga igazolására mégis felhozhatom, hogy sok kérdés elől ügyesen kitértem. Másoknál viszont kicsi szelidítettem a feleletet, és olyan dolgokat állítottam, amik szigorúan véve nem is felelnek meg a valóságnak. Azzal a dicséretre méltó elfogultsággal drága hazámmal szembe, melyet Halikárnes Sensis Dionysius helyesen követel meg a történelem írótól. Politikánk gyengeségeit és hibáit takargatva kedvező világításba helyeztem szépségeit és erényeit. Ez volt legnemesebb becsvágyam, de az eredmény sajnos balul ütött ki. Csak hogy persze sokat meg kell bocsájtani oly királynak, aki a világtól nagy részben elzárva él, s így egy idegen nemzet szokásait és erkölcseit nem ismerheti. Miáltal számos előítélet és hibás felfogás származik szemléletébe, melyet a civilizált Európa szerencsésen kiküszöbölt magából. Nagyon szomorú volna természetesen, ha egy ilyen egzotikus uralkodónak az erényről és bűnről alkotott fogalmai mértékül szolgálhatnának az emberi nemnek. Hogy bebizonyítsam ezt, s hogy a hiányos nevelés szomorú következményeit nyilvánvalóvá tegyem, csak egy példát hozok föl, amit talán el se hisznek majd. Abban a reményben, hogy ő felsége nézetét mégiscsak megváltoztatom ezzel, beszéltem neki arról a nagy találmányról, amit három 400 évvel ezelőtt ismert meg Európa. Hogy tudni nyílik, azóta csinálnak nálunk egy bizonyos port, melybe ha egy picin szikra esik, abban a pillanatban meggyullad és levegőbe repül, oly dőrenéssel és erővel, mint a mennydörgés. Ha ebből a porból megfelelő adagot beletesznek egy réz vagy vascső végébe, a meggyújtott por a cső másik végébe helyezett vasgolyót vagy ólomgolyót oly erővel lövi ki, hogy annak semmi sem állhatja útját. Az ilyen golyók közt lehetnek akkor át, amelyek nem csak, hogy egész hadicsapatokat egyszerre megsemmisítenek, de nagy falakat is ledöntenek, és egész hajókat pillanat alatt emberestől, rakományostól elsüllyeztenek a tengerfenekére. Ha két ilyen golyót lánccal összekötünk, ezek ledöntik az árbócokat, széttépik az embereket, és mindent felborítanak, ami útjukba esik. Gyakran megtöltünk ezzel a porral üres vasgolyókat, aztán ezt a golyót beledobjuk a város közepébe mire a kövezet felszakad, és a házak összedőlnek. Vasforgácsok és kartácsok rödöstek mindenfelé, és beverik az embernek a fejét. Szerényen felhoztam, hogy ő felségek egyét biztosítsam, miszerint ismerem ennek a pornak az alkatrészeit, hogy nagyon olcsón hozzáférhető anyagok ezek, s hogy készíteni is tudok ilyet. Vezetésem alatt a munkások készíthetnek olyan vascsöveket is, amelyekbe elhelyezhetjük a port a Bromdignak béliek termete arányában ha ő felsége kegyesen megbízezzel. A leghosszabb cső elég, ha száz láb hosszú. 20-30 ilyen cső megfelelő mennyiségű lőporral és golyóval felszerelve az ország legnagyobb városát néhány óra alatt rommál lövöldözheti, vagy az egész főváros szétrombolhatja, ha egyszer eszébe jut az embereknek ő felsége parancsának ellenszegülni engedje meg ő felsége, hogy hálám csekély jeléjű adózzam neki ezzel, amiért kegyes pártfogásába vett és kitüntetett barátságával. De a király valósággal elborzatta ajánlatomon, s a ma szörnyűséges szerkezetek leírásán. Nagyon csodálkozik, ezek voltak saját szavai, hogy egy ilyen lehetetlen és csúszómászó kukac, amilyen én vagyok, foglalkozhatik e fajta embertelen és borzalmas gondolatokkal, s még olyan nyugodt hangon beszélek róluk, hogy egészen érzéketlenül képes vagyok leírni e fajta szörnyűséges vérontásokat és rombolásokat, mint a kegyetlen gépek és szerkezete természetes hatását, melyeket nyilván az emberi fajholmi gonosz szelleme vagy ellensége elszelt ki. Ami őt illeti, inkább elveszíti egész birodalmát sem, hogy a gépek titkát valaha megismerje. Pedig éppen ő az, akit leginkább megörvendeztet a tudománynak vagy művészetnek valami új találmánya vagy felfedezése megparancsolta, hogy soha többé ne beszéljek erről, ha az életem kedves. Íme a korlátolt elvek és fogalmak hatása. Lehessen uralkodó, felruházva minden jó tulajdonsággal, mely tiszteletet, szeretetet, becsülést gerjeszt, nagyszerű és bölcs férfi, csodálatra méltó tehetség és tudás, uralkodó, akiért alatt alatvalói imádásig rajonganak. S ki íme mégis zavaros és szükségtelen agályokat támaszt, amiket Európában nem is ismernek és elszalaszt egy ilyen ragyogó alkalmat, mely őt alatt élete, vagyona és szabadsága felett korlátlan úrrá tehetné. Ezzel a legkevésbé sem akarom ennek a kitűnő uralkodónak számos erényét kétségbe vonni, bármennyire kevésre kell, hogy becsülje őt az elmondottak után minden angol olvasó. Azt hiszem inkább ez a fogyatékossága egyszerűen a Brogdingang-béliek tudatlanságából származott. Náluk a politikát még nem fejlesztették tudományá, mint nálunk éles eszű államférfiak. Egyszer, emlékszem, beszélgetés közben azt mondtam ő hogy a kormányzás művészetéről nálunk számos könyvet írtak már. Ezzel éppen az ellenkezőjét értem el annak, amit akartam. Ő oda nyilatkozott, hogy nagyon szomorú véleménye van az eszünk tokjáról. Hiszen semmi sem megvetésre méltóbb és utálatosabb, mint mikor egy miniszter vagy uralkodó ravasz ügyeskedő, ármánykodó. Ő ugyan nem is sejti, mit értek államtitkok alatt, olykor, mikor külső ellenség nem nyugtalanítja az országot. A kormányzás tudománya szerintem nagyon szűk korlátok között kell mozogjon. Elég ahhoz egy kis egészséges emberi belátás, értelem, igazságérzés, szelítség. Gyorsan elintézni tudni polgári és bűnügyeket, és még néhány közönséges munkát, amit felsorolni se érdemes. Véleménye szerint az, aki meg tudja csinálni, hogy két szál buzakalász, vagy két sarjú fű nőjön azon a rögöcskén, amelyen eddig egy nő csak, nagyobb szolgálatot tesz az emberiségnek és hazájának, mint a politikusok minden pereputja. Ez a nép, mint látjuk, igen keveset tanul és olvas kizárólag elkölcstannal, történelemmel, költészettel és természettudományokkal foglalkoznak. Hát, ami igaz, igaz, ezekben aztán igen szép eredményeket értek el. Sajnos mindezeket a tudományokat arra fordítják, hogy az életüket javítsák vele. Technikai fejlesztésre, földművelésre. Nálunk csekély jelentősége volna ennek a tudásnak. Transzcendens abstrakciókat, alapelveket, antitézeseket képtelen voltam megértetni velük. Törvényeik szövegezése úgy történik, hogy egy-egy nem állhat több szóból, mint a hány betűje az ABC-nek. Náluk ez 22-t jelent, de még ilyen hosszú törvényük is kevés van. Világos, egyszerű szavakban íródnak-e törvények, és mindegyikhez külön magyarázat tartozik. Büntetőjoguk fejlettségével nem nagy csekedhetnek. Olyan kevés bűneset fordul elő, hogy ebben igencseki ügyességre tehettek csak szert eddig. Brobdingnag lakói, mint a kínaiak emberemlékezet óta ismerik a könyvmutatási parát. Könyvtáraik nem terjedelmesek. A királyi, melyet a leggazdagabbnak tartanak, mindössze ezer könyvet tartalmaz, 1200 láb hosszú állványra helyezve, melyek közül kérésemre gyakran kaptam kölcsön. A királyné asztalosa készített egy famasinát, amit két 25 láb magas lajtórja kötött össze. Két mozgatható lépcső képezte alapját, melyet tíz lábnyira a szobafalától helyeztek el. A könyvet, amit olvasni akartam a falhoz, támasztották. Felszálltam a lépcsőre, és a tetején a sor hosszúsága szerint nyolc-tíz lépést tettem balról-jobbra, úgy, hogy a betűk szemmel egy vonalba kerültek. A lépcsőn azután mindig lejjebb szálltam, míg a lap végére nem értem. Aztán két kézzel átfordítottam a vastag és merev folió lapokat. Írói stílusa tiszta, erőteljes és folyamatos, de képekben szegény. Nem szeretik a szavak szükségtelen halmozását vagy sokféle kifejezést alkalmazni. Több könyvet elolvastam, főleg történelmi és erkölcstani műveket. Nagyon mulattatott, különösen egy régi és kicsi mű, meg Glündalik szobájába volt állandóan. A nevelőnő olvasta ugyanis. Öreg, komoly hölgy. Az a könyv az emberi fajta gyengeségét tárgyalta, és nem sokra becsülték. Csak a nők és a nép. A magam részéről kíváncsi voltam, hogy egy Bromding-nagi író vajon mit tud mondani erről a kérdésről. Az író felhasználta mindazokat a közhelyeket, melyekkel az európai moralisták dolgoznak, és kimutatta, milyen kicsi, tehetetlen és megvetett állat az ember. Magára hagyatva nem viseli el az éghajlat változásait, és a vadállatok dühe ellen sem tud védekezni. Hogy mennyire felülmúlja őt egy állat gyorsaságában, másik erőben, harmadik ügyességben, negyedik szorgalomban. Hozzátette, hogy a természet századunkban nagyon elfajzott, és a régi időkhöz viszonyítva korcs és idétlen lényeket képes csak létrehozni. Fel kell tennünk, hogy azelőtt nem csak, hogy nagyobbak voltak az emberek, de bizonyos, hogy voltak közöttük óriások is. Amint történelem és hagyomány bizonyítja, s azok az ásatag embercsontok és koponyák, amiket az ország több vidékén találtak véletlenül, s melyeknek nagysága messze felülmúlja a mai élő, erkorcsosult és összesugorodott emberek arányait. Szerző azon a nézetem volt, hogy kell, hogy azelőtt nagyobbak, erősebbek lettek légyen az emberek, és nem voltak kitéve például annak, hogy egy háztetőről leeső tégla agyonüsse őket, vagy beleessenek valami lyukba. Könyve végén szerző a hagyományos és untig ismert erkölcsi tanulságokat vonta le, melyek a közönséges életbe hasznosak lehetnek, de ismételni nem érdemes azokat. A magam részéről nem tudtam elfolytani a gondolatot, hogy ilyen elterjedt tehetség a morál prédikációhoz való, vagy inkább milyen szépen kiveszekedheti magát némely mérges és kötekedő természetű ember a természettel, mely nem válaszol. Ezt a gáncsoskodást, amit az említett könyv tartalmazott, én legalább olyan alaptalannak kellett éreznem, mint az a nép, melyhez íródott. Ami a Bromdinglagy katonai ügyeket illeti, a következő adatokat szedtem össze. A királyi hadsereg 160 ezer gyalogosból és 32 ezer lovasból áll. Nem tudom, nevezhetem-e hadseregnek ezt az intézményt, melynek szolgálóit különböző városok kereskedőiből és földművesekből állítják össze. Gyakorlott és fegyelmezett csapatok, de ez nem nagy érdem, ha meggondoljuk, hogy mindegyik parasztot a maga földes ura vezényel, vagy a város valamilyen tekintélyes polgára, akit titkos szavazással választanak, mint a velencei köztársaságban. Gyakran láttam Lord Brugrud katonaságát gyakorlatra kivonulni. Egy gyakorlatokat egy város közelében fekvő, 20 négyzetmérföld nagyságú téren végezték. Egy hat test 25 ezer gyalogosból és 6 ezer lovasból állott. Számokat nagyon nehezen állapíthattam csak meg. Egy-egy lovas magassága kitett kilencven lábat. Nincs képzelet, ami valami nagyszerűt, meglepőt és csodálatosat maga elé varázsolhatna, mint az a látvány, mikor egyetlen vezényszóra az egész lovasság kardot rántott és megvillogtatta a levegőbe. Mintha százezer villám csapkodna derülték pereméről. Kíváncsi voltam megtudni, mi célból tart katonaságot az az uralkodó, kinek országát természet és határok védik mindegyik oldaláról, s miért szoktatja hozzá népét katonai fegyelemhez. Csak hamar megkaptam a választ. Részint beszélgetéseikből, részint történelmi bűvek tanulmányozása közben. Sok emberöltőn keresztül enépet ugyanaz a csapás gyötörte, mely az egész emberi nem életét megkeseríti. A nemesség hatalomért küzdött a nép szabadságért, a király korlátlan uralomért. Mindenek körülmények, melyeket az ország törvényei szerencsésen elsimítottak, néha úgy alakultak, hogy a három párt valamelyike megsértette a közjogot és polgárháborút idézett elő. A legutolsó íj polgárháború alkalmával, melyet a jelenlegi uralkodó nagyatja egyenlített ki szerencsésen, közmegegyezéssel létesítették a katonai intézményt, mely azóta is szigorú szolgálatban fennáll és őrködik.